Őt mindenkinek sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a valódi bűnesetek. Az előző részek egyikében Bel meséltem nektek. Ő egy nő volt, aki megmérgezte a, az áldozatait. Ezek a férfiak szerelmes leveleket váltottak ezzel a nővel, Bel pedig a birtokára csábította ezeket a férfiakat, majd ott megölte őket. Elvileg egy ott élő farmer segítségével, aki eleinte tagadta ezt az egészet, a, aztán a halálos ágyán vallotta be, hogy mégiscsak ő volt az, aki segített Belnek. Erről a történetről az előző videómban beszélek. Linkeket mindig a leírásban és a kitűzött kommentben megtalálhatjátok. És miért lényeg Bell Dennis esete ehhez a mai videóhoz? Nos, azért, mert már többször is mondtam, hogy ha sorozatgyilkosokról beszélünk, akkor a férfiaknál általában ugye a, a fizikai dolgokról beszélünk, fizikai ö, megmérettetésről, a férfiak megölik áldozataikat, vagy késekkel, fegyverekkel történik ez a gyilkolás, még a nők esetében leginkább a mérgezés az, amit használnak fegyverként az áldozataikkal szemben. Akkor ugye nem kell testi kontaktus. Ezek a nők, akik ezeket elkövették, nagyon sokszor amúgy egy ö, nagyon filigrán alkatú nők, nagyon gyönge, akár alacsony termetű nők, akik elkövetik ezeket a sorozatgyilkosságokat, vagy hát gyilkosságokat, és nem lenne erejük, de sajnos kegyetlenségükben viszont annál több van bennük, mint erőben, és ezért megölik az áldozatokat. Nos, a mai rész Jodi Buenuánóról szól. Nagyon furcsa adtam a nevet, de az esetet átvizsgálva, meg is fejtettem, hogy mi ez a nép Buenuánó. Judy, ő, ha nem is sok embert tölt meg, de nagyon, ez is egy nagyon kegyetlen ügy, főleg azért, mert amikor a nőt elkapják, és meg a tárgyalás, akkor is egy nagyon érzéketlen, és a bíró adja neki a fekete özvegy nevet. A mai videó is szintén 18 éven felülieknek ajánlott, hiszen gyilkosságokról van szó, nagyon kegyetlen dolgokról. Na de ki is az a Judy? A nő Judy Veltiként, született 1943-ban. Négy éves volt, amikor meghalt az édesanyja, ezért a lány nevelő otthonokba került, vagy a családtagok vigyáztak rá. Folyamatosan váltogatták. A családtagok is mindig továbbadták a lányt, és a nevelő otthonok is folyamatosan cserélődtek. Azt mondta később Judy, hogy szexuálisan és fizikálisan is bántalmazták, és nem csak a nevelő otthonokban. Tíz éves volt, amikor az édesapjához és annak új barátnőjéhez került Judy és itt velük együtt élve is sok bántalmazás érte a lányt, itt fizikai bántalmazásról volt szó, szexuálisról én úgy tudom, hogy nem volt szó. Szörnyű, szinte azt kell mondani, hogy csak fizikálisan bántalmazta, de tényleg ez, ez így nagyon furcsán hangzik. De a lány talán már örült annak, hogy legalább csak ilyen bántalmazás éri Ha már otthonnak nevezzük ezeket a helyeket. Végül is az édesapánál maradt Judy, itt nőtt föl, iskolába járt, azt elég sikeresen végezte, de 17 éves volt, amikor Judy teherbe esett. 1961-ben adott életet fiának, Michaelnek. Nem sokkal ezután találkozott egy őrmesterrel, James Goodyear-ra. Ő a légierőnél dolgozott és nagyon gyorsan össze is költöztek, majd 1962-ben össze is házasodtak. Ennek a párnak is lett két közös gyermeke, James és Kimberly. Az 1960-as évek végén Goodyear-t áthelyezték, méghozzá a McCoy légibázisra. Ez ma az orlandói nemzetközi repülőtér. Tehát a férfit áthelyezték, az egész család belement. A férfi még el is ment a vietnámi háborúba, egy évig volt távol. Aztán hazatért. És a férfinél, Jamesnél elkezdtek valami nagyon furcsa tünetek jelentkezni. Rosszabbul érezte magát, de ezek a tünetek amúgy nagyon rejtés tünetek voltak. Főleg azért, mint mondtam, a férfi szinte mak egészséges volt. A vietnámi háborúból visszatérve sem volt sem fizikailag, sem lelkileg beteg. Úgyhogy nem is a, a lelki gyötrelmek miatt, esetleg képzelt be magának különféle testi tüneteket. Úgyhogy nagyon, nagyon furcsa volt az egész. 1971. szeptemberében James meghalt. Aztán szépen csendben Judy, a férfi halálát követően szinte rögtön felvette a férfi életbiztosítását, ez 20 dollár volt, és mivel a férfi katona volt, a légierőnél szolgált, ugye járt Vietnámban, tehát egy extra 64 ezer dollárt is kapott a nő. Ugye itt is már elmondhatom az elején, hogy Judy mérgezte folyamatosan James-t. És azért köszi. Tehát James túléli a vietnámi háborút arra vár, hogy hazatérhessen a családjához, védi a hazát, meg az van benne, hogy tényleg nem sokára hazamelt ott a, az, az, ő két gyermeke, meg ugye ott van még Michael is, a nevelt hazamelt a feleséghez, erre hazamegy, és a feleség meg megmérgezi a pénzért. És az a furcsa, hogy Judy már évek óta együtt volt a férfival, 62-ben házasodtak, 72, 10 év, 10 év telt el, Szülnek ki két gyereket, és 20 ezer dollárért, meg ugye már itt van a 64 ezer dollár, tehát 84 ezer dollárért megöli a férfit. Igen, ez történt. 72-ben 84 ezer dollár, tényleg sok, sok pénz. És lehet, hogy azért tölte meg elsőre a férfit, mert lehet, hogy amíg távol volt egy évig James, addig rájött a nő, hogy ő egyedül akar lenni, mennyivel kötetlenebb az egész élet, vagy megtudta, hogy a férfi mivel járt Vietnámban, és hogyha meghalna, akkor mennyi pénz járna utána. Lehet, hogy valamelyik másik nőtől, egy katonaözvegytől hallotta, hogy kapott ő is pénzt, mivel a férje meghalt, és akkor lehet, hogy ezért kapott vérszemet Judy. Engem azt háborít föl, hogy tényleg a férfi is itt mindent megtesz, elmegy, háborúzik, erre-erre jön haza, hogy, hogy ez a pénzies nő őt ö, megmérgezi. Megmérgezi az életbiztosítási kötvényét. És nem itt ér véget a történet. Nem, ez nem elég. 84 ezer dollár 70-es években, és és nem elég. Miért nem elég? Mert a nő ö, valamilyen szalont is nyitott ebből, ékszereket vásárolt, mert az ugye mennyire fontos, ha már feláldoztunk egy életet, ugye? Különféle ékszereket vásárolgatni, és nagyon fényűző életet élt Floridában. Ugye a pénz pedig nagyon gyorsan kopott, úgyhogy egy újabb áldozat kellett. A nő a férje halála után átköltözött Penszakolába, vitte a mind a három gyereket. Penszakolában megismerkedett következő áldozatával, Bobby Morissa. Ővele 72-ben ugye már össze is költözött. És mivel a férfi úgy döntött, hogy átköltözik Kolorádóba, ezért Judy is követte őt a család többi tagjával együtt, ugye, természetes. Legalábbis az lenne egy normális embernél, hogy a gyerekeimet nem hagyom hátra, és mindenek előtt vannak a gyermekeim, de judy azért ez nem volt ennyire fekete és fehér. És Bobby, hogy ő egy következő áldozat volt, vagy tényleg egy barát, mert szüksége volt a nőnek egy társra, ezt nem tudom, hogy miért kezdett el Bobival járni, a pénz miatt, vagy azért, mert tényleg, mint férfi kellett neki, de hát Bobival sem volt felhőtlen a kapcsolat, legalábbis itt is Bobinál többet ért a pénz, pedig ő vele is évekig együtt volt. 72-ben költöztek át Kolorádóba, és 78-ban halt meg Bobby. Őnál is ugyanúgy volt, mint a Jamesnél, hogy furcsa tünetek kezdtek nála jelentkezni. Bobby mikor meghalt, nála is, és Jamesnél is amúgy szívrohamot állapítottak meg. Szívrohamot Jamesnél, aki tényleg teljesen egészséges volt, és Bobby is. És mind a kettőnél ugyanazok a tünetek, szinte ugyanazok. Úgyhogy ez nekünk ugye így utólag furcsa, de akkor a hatóságoknak ez nem volt furcsa. Aztán az is kiderült utólag, hogy Judy három életbiztosítást vett föl Bobby Morris halála miatt. Ugye ilyen életbiztosítási kötvényt, mert mint hivatalos, törvényes felesége kötött a férfira különféle ö, életbiztosítási kötvényeket. Hozzáteszem, nem volt a felesége, csak annak adta ki magát, hogy ezeket a kötvényeket meg tudja kötni a férfira. A nő visszatért a családjával, a gyermekeivel penszakólába és ugye ő Mrs. Goodyear volt, és ezt a nevet ő unta, meg akarta változtatni, ez a lényeg, és ugye Goodyear, ezért lett Bueno Ano, ugye, hogy jó év, de spanyolban is nyelvtanulag ez rossz, ahogy ő, ő megváltoztatta, hát ez sikerült neki, ezért lett ő Bueno Ano. Az, hogy hogy kellene kiejteni egy bueno az megint más, mert eleve nyelvtanul a rosszul fordította le, úgyhogy bueno, bueno año, bueno teljesen mindegy, a gúgyírt fordította csak át spanyolra. De azt is rosszul. 1978-ban ugye meghalt akkor Bobby. 1979-ben Michael, Judy első gyermeke, aki ugye nem a goodyear volt, nem James goodyear volt, hanem egy ismeretlentől. Tehát Michael jelentkezik a, a hadsereghez. Talán a nevelőapja miatt, annak tiszteletére akart ő is az Egyesült Államok hadseregéhez csatlakozni, vagy ő inspirálta, nem tudni, de lényeg az, hogy csatlakozott. Ami furcsa, hogy ő is elkezdett nagyon különféle rejtélyes tüneteket mutatni, és ezért a fiút meg is vizsgálták, ő nem halt rögtön vele, kiderült amúgy, hogy azné mérgezése van, és ez nagyon ráment az karjára és lábára, és lábbe merevítőt kellett a fiúnak viselnie, ekkor 18 volt. Aztán a következő évben, 1980-ban Judy elvitte az akkor 19 éves fiát, Michael-t kenúzni. És érdekes módon a kenú felborult. Judy ki tudott úszni a partra, Michael pedig ugye a nehéz lábmerevítők miatt elsüllyedt, megfulladt a vízben. Ezt sem találta senki különösnek, hihető volt az egész történet. A kérdés már csak az, hogy Judy nem bírta kivárni a mérgezés hatását? túl lassan kell ugye mérgezgetni a, a, az áldozatokat, hogy ne tudjon annyira fölhirtelen, hogy az az én mérgezéstől halt meg. De ugye 18-19 éves fiúról beszélünk, Michaelról. Ő neki nagyon erős lehetett a szervezete, és lehet, hogy Judy nem akarta ezt kivádni, hogy haljon már meg. Ezért inkább elvitte Kenutulára, és ott inkább megfullasztotta a fiát, hogy csúnya szóval mondva, tehát csinált egy kenú felborulást azért, hogy a fiú megfulladjon. Ezért mondtam én azt, hogy nem fekete és fehér az, hogy minden áron a gyerek legyen elő. Itt is a nő szépen, csendben a fia halála után azért felvette a kis életbiztosítási kötvényt, és élte tovább a napjait a másik két gyermekével. Aztán a nő megint ismerkedett, újabb férfi került a nő látókörébe, de itt meg már tényleg nem akart... Méreggel vacakolni. Az első két esetben jó kivárta évekig szépen adagolgatta, oké. Okay. Aztán ott volt a fia, ott már ugye túl jó kondiba volt, őt meg kellett fullasztani, vagy okozni egy balesetet, amiben megfullad a fia. Aztán jött egy férfi, akinél már úgy döntött, hogy hát akkor állnál, nincs itt mérgezés, meg fulladás, felrobbantom a kocsiját, de rosszul tette, valahogy valamit rosszul csinált, Lényeg az, hogy a férfi túlélte a robbanást, és ez az egész robbanás annyira furcsa volt, hogy elkezdtek nyomozni. A másik az, hogy amikor megismerkedett ezzel a férfival, akkor Judy rögtön egy életbiztosítást akart kötni a férfival. Ő volt John Gentry. Gentry visszaemlékezéseiben azt mondta, hogy amikor először meglátta judy ez egy bárban történt, és, és a nő teljes feketében volt, és nagyon sokszor a nő feketét viselt. És amúgy így utólag rá is ért, hogy valószínű azért, mert ugye ez a lelki világát is kifejezi a nőnek, és emlékezett arra is, hogy, hogy ugye Judy hozta föl, hogy kössenek kölcsönös életbiztosítást, hát manapság ugye nem lehet tudni alapon, és Judy egy olyan életbiztosítást kötött, ugye, aminek ő volt a kedvezményezetje, amely 500 ezer dollárt adott volna Judynak, ha Gentri meghal. Amúgy a férfit sem először fel akarta robbantani, hanem úgy történt az egész, hogy először John megfázott. Akkor a nő adott neki C-vitamin kapszulákat, amitől a férfi csak még rosszabbul lett, és kórházba került. A kezelés hatására jobban lett. Hát nem a C-vitaminos kapszulák kezelése által, hanem a kórházi kezelés által. Aztán a férfi hazakerült, majd ismét kórházba került, most meg azért, mert éppen felgyújtották a kocsiját, de ekkor volt az, hogy szerencsésen valamilyen <laughs> csoda folytán, de túlélte ezt a, ezt a, robbanást. És akkor ugye ezután kezdődött el a nyomozás, és nagyon gyorsan elvezettek a szálak Judyhoz. Aki az ügyel foglalkozott nyomozó azt mondta, hogy ha Judy nem ennyire mogu, kapzsi, és nem ilyen hirtelen vagy, nem akarta volna felrobbantani ezt a kocsit, hanem akár szépen lassan ezt a férfit is megmérgezi, vagy esetleg nem csinál semmit, akkor lehet, hogy az összes többi esetet megúszza, na de így elkezdtek nyomozni a, a, rendőrök. Ez a gyilkossági kísérlet vezetett ahhoz, hogy a nőt letartóztatták, majd exhumálták James goodyear is, morris is, és michael a fiút is. Kiderült, hogy mindhárman arzémérgezés áldozatai lettek. 1984-ben Judith bűnösnek találták Gentry gyilkosságának kísérletében. Majd újabb bizonyítékot találtak, és bűnösnek találták Gudjírnak a megmérgezésében, és fia Michaelnek a vízbefulladásában játszott szerepében is bűnösnek találták. Aztán a nőt végül is 1985-ben Floridában halálra ítélték. Végülis Morris halálában hivatalosan nem emeltek vádat gyilkosság miatt Judy ellen. De leginkább azért, mert már egy másik államban a nőt halálra ítélték, úgyhogy szinte felesleges is lett volna. Bár attól függetlenül Morrisnak szerintem őnek is ugyanúgy kiállt volna, hogy pontot tegyenek -e az íre, és kimondják, hogy ez a nő volt a gyilkosa, ez nem történt meg. A nő 12 éven át követte ezeket az eseteket, ugye a három gyilkosságról és egy gyilkossági kísérletről tudunk. Ugye a kérdés az, hogy még esetleg álnéven szedette fel más férfiak után életbiztosítási pénzt, ezt nem tudjuk. Ezután a három ember után kb. 240 ezer dollárnyi pénzt szedett fel. 1970-es, 80-as évekről beszélünk, és 240 ezer dollárról. De hát a nő nagyon szólt a pénzt, is, nagyon akart élni ezt a floridai luxus életet, ezt a fényűző életet. És ugye nem is mondhatjuk azt, hogy a gyerekeire költötte, hiszen a gyerekét is beáldozta a pénzért. A bíróság előtti érzéketlen közömbössége miatt az egyik ügyész, Russell Edgard nevezte el a nőt fekete özvegynek. Azt mondta, hogy a szeretteivel és a kicsinyeivel táplálkozik. Judy megpróbált fellebbezni, de mindegyik fellebezést visszautasították. 1985-ben történt a nő elítélése. 13 évig várta a halálbüntetést, majd 1998. március 3-án fogyasztotta el az utolsó vacsoráját. Ez nem volt más, mint párolt zöldség, friss eper és forró tea. Amikor beültették a villamosztékbe, ugye előtte megkérdezték, hogy akar-e mondani valamit az utolsó szó jogán, és ő annyit mondott, hogy nem, uram. Úgyhogy egy nagyon szótlan, végső búcsú volt ez a világtól. Annyira volt ez csendes, mint amennyien csendes múzon a nő intézte az egész életét, ahogy a férfiakat szépen csendben mérgezte meg, és szépen csendben még játszotta az özvegyet, meg a gyászoló anyát, addig azért szépen csendben felvette ezeket az életbiztosítási pénzeket. Nagyon sok sorozatgyilkos van, nők is, akik Kegyetlenségeivel jóval kitűnnek Judytól. De Judy mégis történelmet írt, mert 150 év után ő volt az első nő, akit kivégeztek Floridában, és az első nő az államban, aki elektromos székben halt meg. És a nőnek a kegyetlensége párosult az érzéketlenséggel, és ez nagyon veszélyes. És hogyha nem kezd ennyire magó lenni, és nem ilyen gyorsan akarja ezeket a pénzeket, akkor lehet, hogy tovább folytathatta volna ezt a tevékenységet. Mondhatni, szerencsére Mohó volt, elkövette a hibákat, és ezért le tudták őt tartóztatni. A mai rész ennyi volt. Jönnek még hasonló történetek, és most pedig már csak annyit szeretnék mondani, hogy az állatpolgárra fogom felvenni a következő videót, úgyhogy ha állatokkal kapcsolatos támadások, vagy bármilyen állatokkal kapcsolatos történetek érdekelnek titeket, akkor látogassatok el az állatpolgár csatornámra is, linkeket megtaláljátok a leírásban, kitűzött kommentben. A végén már csak annyit kérek tőletek, hogyha hasonló történeteket szerettek tőlem hallgatni, esetleg akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha nem tettétek meg, de úgy érzitek, hogy ezen a csatornán találtok esetleg olyan történeteket, Amik tetsznek, vagy tőlem szeretnétek hallani egyes történeteket, kommentben várom a véleményeteket ezekről az ügyekről. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is, vigyázzatok egymásra és magatokra, sziasztok!